Nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, kedves közönségünket ismét a stúdióból, ahol Viski Ábel, a Mesék az Árkából című film rendezője, és Nagy Zágon Bálint a film egyik operatőre a vendégünk. Fura így most ebben a szituációban ülni, mert azért úgy kollégák vagyunk, és Ábel egyébként, annak ellenére, hogy filmrendező, rengeteget szokott segíteni, amikor moziba rendezzük meg a fesztivált, és majd még remélem segítesz is, és akkor Ábel moderátorként rengeteg filmnél más rendezőkkel beszélget. Most én kaptam azt a nemes feladatot, hogy veled beszélgethetek a fantasztikus filmedről. Ábel, azt hiszem az az első kérdés mindig mindenkinek, hogy honnan jött neked az ötlet, hogy erről a témáról filmet csinálj? Pár évvel ezelőtt a Balassa Gyarmaton ilyen mese kör zajlott Büki Dorottya vezetésével az ottani börtönben, ami azt jelenti, hogy a kb. 10-15 rabbal saját történetek alapján mesedarabokat hoztak létre. És erről olvastam, és felvettem a Dorottyával kapcsolatot, hogy ez engem nagyon izgat ez a téma, és akkor bemehettem pár napon belül a börtönbe. És ő magában az egy nagyon erős élmény volt az a próba, amin ott részt vettem. De igazából ami elindított, az előadás volt, amit megnéztem. És hát ott ez volt ilyen nagyon eufórikus, erős, intenzív hangulat, hogy ezek a nagyon kemény életű, kemény kigyúrt férfiak ott táncolnak, zenélnek, és iszonyatosan felszabadultan játszanak. És látni azt, ahogyan a családtagok reagáltak, ahogy ottan sírtak, nevettek, tehát nagyon, nagyon erős érzelmi reakciójuk volt, az indította igazából el ezt a gondolatot, hogy hogyan lehetne a film nyelvét valami hasonló élmény visszaadására használni, és hogyan lehetne kapcsolat teremteni a film nyelvén keresztül az apák a gyerekek között, ahhoz hasonlóan, ahogy itt a színházi előadást teremtett. De akkor neked zöld utad volt egyből, vagy azért kellett dolgozni azért, hogy bejuss börtönbe és egyáltalán szereplőt keres? Engedélyekre gondolok, meg hány emberből választottad ki végül a három főhősödet? Hát igen, nagyon hosszú folyamat volt, nem tudom, vagy legalább 8 börtönben jártunk, és elég sok emberrel beszélgettünk. A helyi börtönöknek a helyi sajtósai segítettek, ők szedtek össze, vagy hát kerestek olyan férfiakat, akiknek gyerekeik vannak, olyan férfiakat kerestünk első körben, akiknek ilyen 7 és 10 év közötti gyerekeik vannak, és részt vennének egy ilyen projektben, ahol meséket írnak velünk közösen, és a gyerekeiknek, és ezekből mesefilmeket készítünk velük meg a gyerekeikkel, és ezt az egész folyamatot dokumentáljuk. És akkor ezt nagyjából így elmeséltük nekik, és akkor erre jelentkeztek férfiak, akik így láttak ebben lehetőséget. És akkor annak függvényében, hogy mennyire éreztük azt, hogy filmes szempontból van valami olyan történet, olyan személyiség mögöttük, ami izgalmas, meg annak függvényében, hogy a családokkal milyen a kapcsolatuk, és a családok hogyan reagáltak, választottuk végül ki ezeket a szereplőket. Ugye mindig azt szokták kérdezni a nézők, de én tudom, mit fogsz válaszolni, mert sokszor voltam én is ebben a helyzetben, hogy nehéz volt-e meggyőzni végül a szereplődet, hogy igent mondjanak a forgatásra? Nem, hát ők erre jelentkeztek. Ami nehéz volt, az a család, tehát az otthon levők. Tehát az, hogy végül velük forgattunk, amiért én nagyon hálás vagyok, hogy azok a szereplők lettek végül, mert azok a családok, akikkel végül forgattunk, de ebben az is nagy szerepet játszott, hogy sok család eleve elzárkózott. Mert nagyon féltek attól nyilván, hogy mi lesz ebből az egészből, egy nagyon komoly felelősség volt rajtunk, hogy olyan filmet készítünk a nyilvánosság számára, ami azt dokumentálja, hogy ezeknek a gyerekeknek az apjuk börtönben van. És egy ilyen környezet, minden környezetben az, hogy az apád börtönben van, az egy nagyon komoly pecsétet jelenthet, de mondjuk egy ilyen, ebben a korosztályban ez még inkább egy érzékeny dolog. Tehát, hogyha az osztálytársai sokaknak nem tudják, az osztálytársaik vagy a környezetük nem tudja. Úgyhogy, ha ez kiderül, akkor abból ők nagyon komolyan sérülhetnek. És ezt azért felismerték a szülők is, meg főleg az anyák, hogy ez azért
ez rizikókkal jár. És egy nagyon mély és őszinte kapcsolat és bizalom volt szükséges ahhoz, hogy belemenjenek ebbe. Meg hogy elhiggyék nekünk azt, hogy az, amit szeretnénk, az valóban úgy fog megvalósulni, hogy az a kép, amit mondjuk a gyerekükről rögzítünk, vagy a családról rögzítünk, az nem egy negatív társadalmi sztereotípiát fog erősíteni. És hát nektek, mint minden dokumentumfilmnél, bár a tiéd mondjuk egy érdekes határeset, majd erről még beszélgetünk, ugye a dokumentumfilm nagyon sokszor szinte egy személyes stábban könnyebb kapcsolatot kiépíteni, hogyha az ember egyedül van, vagy egy-két ember, nálatok azért egy nagyobb stáb volt, ugye Bálint? Hagyj kérdezzek azért a Bálint. Zágon a nevem, hogy én Bálint az nincs, csak gondolom a filmtettes. Igen, mindig a filmtettes, hogy látod, mondtam, hogy mit még. Nem úgy szép név a Bálint, úgy könnyebben igen, az életemben. Igen, a zágoni Bálint, igen. Tehát Zágon, bocsáss, meg az előbb mondtam, hogy a stábnak része voltál, de egy nagy stábnak szemben egy dokumentumfilmmel. Mennyire érezted azt, hogy nehéz esetleg kapcsolatot kialakítani a szereplőkkel? Mert ugye egy dokumentumfilm az első, a bensőséges viszony. Igen, hát itt alapvetően úgy kell elképzelni, ugye a film az két részre bomlik, van ez a dokumentumfilmes része, így műfajilag, és van az a fajta, ami a mesék, amik teljesen egy ilyen fikciós, rendezett, klasszikus forgatási körülmények között zajló felvételek voltak, de magában a dokumentumfilmes részben, hogy többen voltunk operatőrök, ezt a Kürti István és jó magam volt, aki így a legtöbbet forgatott, de voltak, amikor a Balázs István Balázs, vagy a Csíkszentmihályi Ajnácska készített felvételeket, de akkor is egy kamerával forgattuk mindig a dokumentumfilmes részeket, és azt abszolút egy ilyen klasszikus szűk stábban, az Ábel vette legtöbbször a hangot, szóval a hangmérnök se volt velünk a dokumentumfilmes napokon, és gyakorlatilag még egy kamera és egy statív, és max. Egy lámpa, amihez szint világosító se, szóval ez ilyen értelemben klasszikus dokumentumfilmes ilyen mini stábban forgattunk, pont amiatt, amit te is említesz, hogy azért itt a családoknak a nappaliában, hálószobájában voltunk szituációkat forgatni, és nem lehet az, hogy ott így felvonul egy ilyen stáb, és már saját otthonukban nem érzik otthon magukat azok az emberek, akik kér oda megyünk, hogy beengedjenek minket, és így hol megmutassák magukat. Hol laknak egyébként ezek a családok? Hát ugye három család van a filmben, és voltunk Szegeden? Szegeden? Három éve volt már forgatás, szóval így még keres. Volt budapesti családunk, és karancslapnyűtő? Karancslapűtő. Karancslapűtő. Tehát ott három Karancs nevű falu van ott egymás mellett, ez Salgótarján mellett van, ott volt az egyik család oda valós, illetve a környező falvakban. És igen, ez a három helyszín volt. Tehát az egyik a 8. kerület Budapest, a másik ez a Karancslapütő Salgótarján mellett, és a harmadik a Szeged. Mert meddig tartott a forgatás? Milyen hosszú volt? Hát én most néztem vissza 2018-ból, nekem már vannak ilyen fotóim. Ó, 17. Az előkészítés, az már 17. 17, szerintem 17-be kezdtünk el forgatni. Igen. És hát nagyjából 3 évig készült a film. Szerintem egy olyan 2 évig forgattunk, és 1 évig vágtunk, ez így nagyjából. Szokásosan. Igen. Ahogy így néztem a filmet, most ma megnéztem újra a filmet, mert már olyan régen láttam, amikor ugye bekerült versenybe a fesztiválunkon, hogy szerettem volna, hogy friss legyen az élmény. Arra gondoltam, hogy ne áruljak el, akik még nem látták a filmeteket, történet elemeket. Voltak olyan pillanatok, amikor, hogy mondjam, hogy tegyem fel a kérdést, hogy közben ne áruljam el a filmnek a sztoriait, amikor olyan történt az évek folyamán, ami mondjuk szomorúan érinthette főszereplőiteket, a férfiakat, akik a börtönben voltak. Ugye telt az idő, változtak dolgok a háttérben,
Akkor feltettem ezt a kérdést, hogy nektek természetes volt minden, mert benne voltatok, vagy volt olyan, hogy sajnáltátok a főszereplő férfiakat, mert úgy bizony itt zanzásítva egy 80 percben az ember ugye meglepődik bizonyos fordulatokon, és mondja, hogy ó Istenem, szegény. Ti mennyire éltétek meg ezt, hogy ó Istenem, szegény? Hát megéltük. Megéltük. Hát annyira nem, mint ők, de igen, tehát valószínűleg, tehát ez, hogy van szakítás a filmben, ez amit így kerülgettél, ez már sok helyen le lett írva, meg el is mondtam talán, tehát hogy talán nem ez a legnagyobb meglepetés a filmben, ezt azért is mondom el, meg ez statisztikailag szinte borítékolható. Mi nem számítottunk rá. Nekünk az volt a cél, hogy ezeken a meséken keresztül valahogy közel hozzuk ezeket a családokat egymáshoz, és eleve úgy kerültek be ők, hogy ezen dolgoztak, és ez, nekik is ez valamiféle cél volt. És ilyen értelemben nekünk egy ilyen, tehát nem csak, tehát egyrészt ez is fontos, hogy emberileg egy ilyen fájdalmas dolog volt ezt tapasztalni, másrészt viszont, ami a szakmai részét illeti, ott az is volt, hogy bennem, meg bennünk egy picit megkérdőjeleződött az egész filmnek a létjogosultsága. És amikor először kezdtem érzékelni azt, hogy itt az is lehet, hogy ezeknek a családoknak nem az a legjobb, hogy ők együtt maradjanak, hanem a gyerekek szempontjából is a jó, hogyha külön válnak, és mindenki éli a saját útját. Persze csak ez az én személyes perspektívám, ami nem egy általános igazság, de mégis mikor én ezt éreztem, akkor azt éreztem, hogy teljesen ellene dolgozunk ezekkel a mesékkel, meg azzal, hogy egyfajta ilyen esztétizált emléket állítunk az ő kapcsolatunknak, ellene dolgozunk annak, ami az ő életüknek a természetes folyása. És ez elég nagy dilemma volt egy ideig, és igazából akkor szabadultam fel ennek a nyomása alól, amikor rájöttem arra, hogy végül is a film pont erről szól, hogy az élet az sokkal keményebb, mint az, amit a fantáziába kitalálunk. És talán pont ettől működhet a film, hogyha működik, hogy látunk egy vágyott, képzelt világot, ahol mi alakíthatjuk, vagy a rabok alakíthatják, vagy közösen alakíthatjuk a rendszert, egy sajátos narratív szabályrendszert, de az életnek olyan szabályai vannak, amit néha nincs lehetőségünk befolyásolni, és ennek a kettőnek a feszültsége talán így izgalmasan működtetheti a filmet. És igazából ez mondjuk az én alkotói oldalamról egy felszabadulás, de emberi oldalról a felszabadulást az jelentette, amikor azt láttam, hogy annak ellenére, hogy a valódi életben komoly drámák vannak, és lehet, hogy mondjuk a gyerekeknek, vagy a feleségnek az apával való viszonya megromlik. Annak ellenére úgy tudnak nevetni a mesefilmeken, meg olyan örömmel tudják átélni azt, amikor, amikor látják azt, annak a munkának, a kreatív munkának az eredményét, amit együtt csináltunk, és olyan felszabadultsággal reagálnak, mint hogyha felülírná ezt a keserűséget abban a pillanatban. Vagy legalábbis azt éreztem, hogy attól, hogy vannak keserű emlékek, attól még tud örülni annak a dolognak, ami létrejött, ami ez a mesefilm. Tehát valójában téged az lendíthet, gondolom, túl az ilyen alkotói válságon, hogy valójában nem lesz az, hogy a célodat, amit kitűztél, nem tudod megvalósítani, hogy van egy benne nyilván valamiféle filozófia, hogy te mit szeretnél ezzel a filmmel elmondani. Amit el szerettél volna mondani, az nem csorbult-e a te filozófiai célod? Hogy ezt meg tudod-e fogalmazni, hogy mi volt az, amit el szeretnél mondani, és hogy megijedtél attól, hogy ezt tudod-e elmondani? Vagy ha nem ezt, akkor mást, ami legalább olyan jó, ha nem jobb. Hát az volt a felszabadító, amikor rájöttünk, hogy jobb. Tehát az élet az jobbat dobott, mint amit elképzeltünk. Mert hogyha az jön össze, amit mi elképzeltük, hogy majd ilyen
majd ezek a fantasztikus mesefilmek által majd ezek a családok újra egymással találnak, és megerősödik a kapcsolat, akkor az nyilvánvalóan egy naív dolog lett volna. Tehát hogy bármilyen nézőnek valószínűleg gyanús lett volna, hogyha háromból három család nagyon meghatódik ezeken a mesékkel, mindenki nagyon örül, és a végén minden család együtt marad, és boldogak, hogy létrejött volna ez az egész. Mert az egy hamis dolog lett volna, az egy ilyen cukormázas dolog lett volna, az nagyon, nagyon szemben ment volna azzal a zsigeri tudással, amit a saját életünkkel kapcsolatban is tudunk, de amit sejtünk, még inkább amit sejtünk egy ilyen nagyon kemény helyzetben lévő családdal kapcsolatban. Úgyhogy amikor bejöttek ezek a drámák, és az elején emiatt elbizonytalanodtunk, akkor az nehéz volt, de utána meg rájöttünk, hogy pont ettől tud működni a film. Egy más típusú kérdés, de még azért lehet, hogy visszatérnék, csak nem szeretnék itt leragadni, hogy Zágon, te is készítesz játék- és dokumentumfilmet is. Igen, vegyesen, igen. Szerintetek, és te is, Ábel, szerintetek alkotóként az, hogy mindkettőt csináljátok, mind a két műfajt, segít vagy gátolt ebben a helyzetben? Kérdezem én, aki csak dokumentumfilmet csináltam, és én tudom, miért kérdezem, de ti mit éreztetek? Teljesen mindegy? Mondd te előbb. Vagy csak gondolod? Tehát ugye ebben vannak teljesen fikciós filmek is, meg viszonylag hagyományos, megfigyelő dokumentumfilmes részek is. Tehát nem klasszikus értelembe vett dokumentumfilm, de nagyon közel van hozzá. Igen, igen. Tehát vannak teljesen klasszikus dokumentumfilmes elemek, amik teljesen klasszikus dokumentumfilmes módszerrel készültek, és vannak teljesen fiktívak, ahol úgy kezeltük. Tehát hogy a szereplőink azok színészekké váltak. Tehát pontos szövegeket mondtak, instruáltam őket, ahogy egy színész szokás instruálni, vagy ahhoz nagyon hasonlóan. Zágon bekomponálta őket, bevilágította őket, jelmeztervező jelmeztervezett rájuk, stb. Sminkeslány kisminkelte őket, és színészekként működtek. Hogy ezt meg tudjuk csinálni, az kellett a fikciós viszonyulás, de pontosan nem tudom, pontosan te mire gondoltál, amikor kérdezted? Arra, azt, hogy van egy dokumentum, ha mondjuk van egy dokumentumfilmes éned, mert például nekem van, és én nem bátorkodtam volna ilyen elemekhez nyúlni, amihez ti nyúltatok, nem nyúltam volna bele úgy az életbe, mert nincs az a vénám, a játékfilmes vénám. Annyira megszoktam, hogy nem avatkozom bele az életbe, mint dokumentumfilmes, vagy szinte minimálisan, nem is lehet beavatkozásnak nevezni, és ezért úgy kíváncsivá tett, hogy aki játék- és dokumentumfilmes is, melyik énje melyiket gátolja, vagy segíti, vagy az egyik nem mondja a másiknak, az egyik énje a másiknak azt, hogy Ácsi, ezt nem teheted meg, vagy miért ne tehetném meg. Értitek? Tehát, hogy küzdött bennetek, vagy nem küzdött a két műfaj, mert ez két műfaj azért. Hát én röviden azt tudom erre mondani, hogy nekem a játékfilm az egy nagyon nagy szabadságot adó játékterep, és emiatt a dokumentumfilmnél néha előjön az a szorongás bennem, hogy tehetetlen vagyok, mert azt vállaltam, hogy külső megfigyelőként veszek részt valakinek az életében. És valahogy engem az izgat, hogy hogyan lehet úgy hiteles képet adni valakiről, egy szereplőről, aki a saját életét éli a kamera mögött, hogy közben kreatív feladatok, tehát közben játszunk, tehát közben helyzetbe hozzuk egymást, közben, tehát hogy nem hazudunk úgy, hogy valami rendezve van, vagy valami el van játszva, és hogy tud az mégis hitelesen szólni annak az embernek az életéről. Nálam én is csináltam, most csinálok egy fikciós filmet is, és csináltam több dokumentumfilmet is, és igazából engem mind a kettő nagyon
érdekel, és mind a kettőben jól érzem magam, miközben benne vagyok egy ilyen folyamatban. És ez lehet ilyen közhelyes, de mindegyiknek megvan az ilyen szépsége. Igazából a dokumentumfilmnél engem pont így fel tud az így pörgetni, kreatív energiákat szabadítani, az, hogy nagyon gyorsan akkor és ott kell sok mindenre reagálni, és olyasmi dolgok jönnek elő akkor az emberből, amit itt lehet, hogy nem is ismert magából, vagy hogy ezt így hogy fogjon meg egy problémát, ami ott előállt, és akkor rögtön arra egy megoldást kell nyújtani, és ez például egy szuper izgalmas része a dolognak, ami például engem így tökre motivál ebben az egészben. A másik az, hogy egy dokumentumfilmnél a játékfilmhez képest nagyon, szóval általában amiket így csináltam, meg ez a film is olyan volt, ami nagyon hosszú évekig elnyúló forgatással járt, és egyszerűen nagyon másfajta energiákat igényel az embertől, mint egy játékfilm, így átlagban mondom, ilyen 28-30 nap most így Magyarországon, ha forgat az ember, plusz nyilván ott egy hosszú előkészítés, de maga a forgatási időszak az úgy érzése nagyon hamar lemennek ezek a napok. De egy dokumentumfilm akár 2-3 évig is forog, és az, hogy visszatérsz egy témához, ez egy teljesen másfajta érzés, mint egy játékfilm. Hogy nem nagyon lehet összehasonlítani, mert mind a kettőnek megvan a maga ilyen előnye, meg hátránya. Az, hogy egy dokumentumfilmnél, hogyha ilyen szereplőink vannak, vagy karaktereink, nem is szeretem szereplőknek hívni őket, mert ők azok, amik az életben is, hogy ilyen karaktereink vannak, mint ebben a filmben is, hogy ennyire nyíltak, és így bizalmat szavaztak nekünk, hogy így oda mehettünk, és megmutatták magukat. Ez, hogy mondjam, egy színészen, egy játékfilmben is nagyon személyes viszony alakul ki egy rendezőnek, vagy egy operatőrnek, és ez kell ahhoz, hogy a kamera előtt ő úgy olyan felszabadult tudjon lenni, hogy tudjon dolgozni színészként. Szóval ott is megvan ez, de dokumentumfilmben talán még ilyen súlyosabb, vagy hogy mondjam, így tétje van annak, hogy ő mit mutat meg magában, mert nem kezd el játszani, vagy ha el is kezd játszani, 2 évig nem lehet egy szerepben lenni hitelesen. Szóval, hogy egyszer csak ki fog bukni, hogy ő kicsoda, és ez a fajta felelősség, ez rajtunk van, hogy mi jelenik meg erről az emberről. Nekem hogy nincs egy ilyen blog bennem azért, mert a fikciót is, meg dokumentumfilmet is csinálok, hanem mindegyik egyszerűen így nagyon izgalmas tud lenni. Úgyhogy nem gondolom, hogy ezek. Nekem ugye a tapasztalat azt mondja, hogy azért, hogy dokumentumfilmes operatőr tud-e valaki lenni, az úgy érzem karakter függő, mert néha elég kemény helyzetek vannak, olykor rámenősnek kell lenni, de egyben empatikusnak, tehát két karaktert igényel sokszor, tehát ott kell lenni a kamerával, ugyanakkor nagyon jó kapcsolatba kell lenni. Én nagyon úgy érzem, hogy a legkiválóbb operatőr sem tud feltétlenül lélekben jó, nem is az a kérdés, hogy jó dokumentumfilmes, hogy egyáltalán tud-e dokumentumfilmes lenni egy operatőr, mert mondom, karaktert is kíván. Ráadásul az is egy érdekes tapasztalatom, hogy ha egy operatőr sok játékfilmben is látszik, de dokumentumfilmet forgat, én jártam így Lovasi Zoli kiváló operatőre, hogy forgattunk a Szerelempatak című filmet, és amikor Feri bácsi a főszereplő borotválkozott, akkor a Zoli többször megállította, mert ő azt gondolta, hogy ezt megteheti, mert volt tapasztalata. Én meg, aki nem nagyon szoktam megállítani borotválkozásba senkit, mint dokumentumfilmes, csak azért, hogy a kép jobb legyen, én pánikba estem, úgy szólt rám az operatőr, hogy ne, hagyd abba a hisztit, nyugodj meg, majd akkor lassabban fog megborotválkozni, viszont jók lesznek a képek. Tehát ez nagyon érdekes, hogy ugye mennyire mersz beleavatkozni, belerendezni egy dokumentumfilmnél az életbe. Így is úgy is megborotválkozik, csak kérdés, hogy most 3 perc vagy 8 perc vesz igénybe. Nem tudom, erről szerintem mit alkotói gondolsz. Döntés ez, hogy ki hogy vesz fel, mondjuk egy ilyen most a borotválkozós példánál maradva, vagy hogy én úgy szoktam az ábellel is, hogy
Általában azért ez így, az, hogy formailag hogy néz ki egy ilyen film, az elején tisztázzuk, hogy például lehet egy ilyen dolog, hogy megállítunk egy dolgot, és átállunk ide vagy oda. Vagy van egy olyan rendezőigény, hogy ez tényleg ne legyen, és ne álljunk le, és próbáljunk meg olyan szöget, vagy átállni a kamerával hasznosba, vagy a folyamat ne álljon meg, de álljunk át a kamerával egy másik irányra. De ezt alapvetően így a film előtt hosszos beszélgetéseknél szoktam én legalábbis így tisztába rakni, hogy a rendezőben milyen fajta elképzelések vannak arra, hogy vizuálisan vagy formanyelvileg milyennek képzeli azt a dokumentumfilmet. És akkor például egy ilyen szituációban azok alapján próbálok reagálni az adott szituációra, és ennek függvényében dőlnek ezek a kérdések bennem például el, hogy, hogy mi az, amit előtte lefektetünk. Ábelhez hogy forduljak ismét. Ábel, mennyire sajnálod te azt, mert én személy szerint sajnálom, hogy az életben arra sok esély nincs, hogy megtörténhessék, amit te megcsináltál, tehát hogy fogvatartott család, fogvatartott emberek a családjukkal találkozzanak, és együtt eljátszhassanak egy mesét, és ezzel legalábbis egy ideig mindenképpen közel kerüljenek egymáshoz. Hogy ez eléggé lehetetlen a valóságban, de volt olyan jelenet a filmedben, amelynél animációval besegítettetek, volt olyan jelenet, amiben, ha nem tévedek, ugye a malackás, de nem volt animáció, ahol nem volt animáció, ott én úgy éreztem, hogy ti, mint alkotók, nem avatkoztok jó értelembe annyira bele, hogy mondjam, az életükbe, a folyamatokba, mint mikor animáció van. Tehát miért döntöttetek úgy, hogy volt olyan jelenet, ahol van, volt, amikor nincs animáció, és érezted-e azt, hogy az életbe, ha ezt leegyszerűsítitek, ezt a folyamatot, akkor ez valóban ott lehetne a börtönökben, ez, amit ti csináltatok, hogyha egyszerűbb egy fokkal, mint amit csináltatok. Ezt úgy érted, hogy börtönprogram, egyfajta felzárkóztatási program? Hát igen, tehát amit eredetileg én Balassa Gyarmaton láttam, az ez volt, ennek a színházi verziója volt. Az, hogy a családtagokkal együtt, az nyilván egy nagyon bonyolult ügy, tehát ezt az adminisztratív szempontból egy börtön nem tudom, hogy hogyan tudja lezongorázni, hogy akkor beengedik őket, együtt próbálnak, aztán hazamennek. Erre nekem nincsen igazából rálátásom. Nyilván, hogyha meg lehetne csinálni, akkor nagyon örülnék neki, meg egy szuper dolognak tartanám, hogy ne csak ilyen egyszerű. Az is nagyon jó, hogyha a beszélő önmagában már egy jó dolog, hogyha tudnak találkozni. De hogyha ilyen típusú kreatív, valódi interakció van szülők gyerekek között, az nagyon sokat tud adni. Meg tényleg egy maradandó dolog tud lenni. Tehát pont most, mikor jöttem, beszéltem az egyik sráccal, aki a Gábor kisfia, Alex, Malacka kisfiút játssza, és akkor ő neki most átküldtem a filmet, és akkor megnézték, és mondta, hogy fú, ez mennyire felkavaró, de jó élmény volt így újra nézni. És szóval, hogy ez egyrészt akkor ott megtörtént, és az egy erős élmény, de hogy ez egy maradandó dolog, tehát hogy valami olyan, amihez vissza lehet nyúlni, amiből lehet valahogy építkezni, ami egy stabil élmény, egy olyan érzés, ami fel lehet idézni, és ez már önmagában egy jó dolog. Az embert ugye mindig megkérdezik egy ilyen dokumentumfilm után, tőled is, amíg élsz, meg fogják kérdezni, hogy na és tartja a szereplővel a kapcsolatot. Volt, hogy én is forgattam börtönben, és bizony még 10 év múlva is jött Gödöllőről a szereplőm, aki akkor már végre nem volt börtönben, nagyon sok évet töltött börtönben, és akkor évenként egyszer-kétszer találkoztunk az akkor még Moszkva téren, és akkor beültünk valahova inni. Na hát akkor hagyd kérdezzem meg tőled, hogy tartod a kapcsolatot a szereplőkkel? Igen. Igen, igen. Hát most egyik család sem él Budapesten, úgyhogy személyesen elég ritkán találkozunk. De ide szerettél volna elhozni egy szereplőt? Igen, ezt nagyon szerettem volna, pont most az egyik szereplőnk így múlt héten került ki Németországba, akit szerettem volna, hogy eljöjjön ide ott dolgozni, ott dolgozik most.
Szóval igen, igen. Tehát így most is az volt, én abban bíztam, hogy lesz majd egy nagy alkalom, egy nagy közös vetítés, amikor a stáb meg a szereplők együtt megnézhetik a filmet, és az így valahogy ez nekem egy ilyen fixa ideám volt, hogy ez egy ilyen, tehát valahogy ezt a fajta katarzist, ezt vártam nagyon, és ez sajnos a vírus miatt ez nem jöhetett létre. És pont emiatt minden családnak csak a saját részét mutattuk meg előre, hogy ha bármi olyan van a filmben, amit nem szeretnének, azt kivehessük, de valahogy azt szerettem, hogy az egészet úgy egyben azt egy ilyen közösségben nézzük meg, hogy ők is tapasztalhassák meg annak a nem tudom, az erejét, hogy milyen az, amikor egy vásznon az ő történetük lemegy, és olyan érzelmi reakciókat szül teljesen idegen emberekben, ami így felszabadító. Vagy az hogy annak a tapasztalata, hogy az ő története érzelmileg tud hatni valakire, úgyhogy kapcsolódik azáltal, amit mondjuk a saját apjával, vagy anyjával, vagy nem tudom, családtagjával élt meg. És ugye ez egy ilyen nagyon, azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy élmény lehet. És hát ez sajnálom, ez most így nem jött össze. Hát én is nagyon sajnálom egyébként, és hát az összes alkotó, aki most például ezen a fesztiválon nem lehet itt, hogy na egyszer engedtessék meg ezzel a mondjuk a 7 nap alatt, hogy sajnálkozzunk. Igen, tehát ti elkészítettél te személy szerint is egy kiváló filmet, és fesztiválokra megy a filmed, és személyesen nem lehetsz ott a fesztiválokon, és itt most 29 alkotótársaddal találkoznál, és kocsmáznánk, és minden este vacsoráznánk, és beszélgetnénk, és tényleg megszakad a szívem azokért az alkotókért, mert ugyanis nem minden héten, mint halljuk, nem minden héten csinál egy filmrendező egy filmet, és most az életetekből ez kimaradt, és előre kell nézned, és nem ezen sajnálkozni, de azért, hát Ábel, mesélj erről nyugodtan még ezekről az érzéseidről, de közben azt is mondd el, hogy azért járt más fesztiválokon is a film. Van egy útja, annak ellenére, hogy te nem tudod kísérni ide-oda-amoda? Igen, igen, hát volt 3-4 kontinensen. Talán a Hot Dogs, kanadai Hot Dogs fesztivál volt a legjelentősebb fesztivál, ahol bemutatták, de Dél-Amerikában is, Ázsiában, Kínában, meg Európában pár fesztiválon volt. Ezek jó, elvileg jól mentek, de nem tudom, tehát hogy sajnos ezeket itthonról kellett végig asszisztálni. Az egyetlen fesztiválon voltunk külföldön, a bemutató az a Biarritz Filmfesztiválon volt, az Atlanti-óceán partján, Dél-Franciaországban az óriási volt, tehát az már maga a város az ilyen elképesztően ilyen izgalom, tehát hogy egy ilyen gyönyörű város, ez egy ilyen szörf paradicsom, és januárban ottan szörföztek a fiatalok, úgyhogy ez az marha jó volt. Fiatalok, ez milyen nagy tatásduma volt. Szóval, hogy itt emberek szörföztek, és az marha, az tényleg jó volt nagyon. Hát Ábel, hát lesz még filmed, tehát fogod-e még járni a világot, szerintem ezután azért én úgy gondolom erről a filmről, de fejedben van már a következő film, pályáztok-e rá, van-e már rá pénz, hol tartasz? Nincs rá pénz. Nem tudom, ezt majd következő alkalommal. De van már a fejedben film. Hát vannak dolgok, amiket szeretnék csinálni, igen, vannak, amik foglalkoztatnak. Játékfilm, dokumentumfilm? Mind a kettő, most igazából szeretnék játékfilmet csinálni. Mert valahogy az annak a sűrűsége az egy picit hiányzik. De a dokumentumfilm is hiányzik, most minden hiányzik. Most már egy ideje nem forgattam, úgyhogy most ez így. Szívesen visszatérve. Egyébként, bocsánat, visszatérve egy pillanatra a fesztiválra, sehol nem volt az probléma, hogy itt fikciós elemek vannak ebben a filmben, tehát nem klasszikus kreatív dokumentumfilm, vagy hát kreatívnak kreatív, de azért a határokat egy kicsit úgy súrolja a filmed, nem kaptál ilyen értelemben kritikát, tehát dokumentumfilmként indultál versenyeken. Igen, igen, nem. Vagy senkinek nem volt problémája azzal, hogy ebben vannak fikciós filmek. Persze vannak fesztiválok, ahova nem válogatták be. Aztán, hogy miért nem válogatták be, azt nem tudom, lehet, hogy emiatt
is, de ahol játszották, onnan pozitív volt eddig a visszajelzés. Nagyon rövid választ kérek, mert lassan lejár az időnk. Nem kaptál soha kritikát a tekintetben, hogy ezeknek az embereknek te belenyúltál az életébe? Nem, de tehát, hogy még nagyon az elején van a filmnek a... Tehát a közönség igazából ezt most ismeri meg. Szerintem ennek a filmnek a közönség az a magyar közönség úgy elsősorban. Tehát ez egy dolog, hogy külföldön, fesztiválokon online megnézhető, és valószínűleg ezt egy viszonylag szűk réteg nézi meg külföldön. Szerintem én abban bízom, hogy itthon én igazából azt szeretném, tehát ezt szeretném leginkább, hogy eljusson ahhoz a közeghez is, akikről szól. És hát kíváncsi vagyok rájuk, hogy fog hatni. Engem igazából ez, tehát az első számú dolog, amit meg kellett ugrani, az, hogy a szereplőim szeressék. Tudom, hogy hosszabban válaszolok, mint ahogy kellett volna, de hogy mivel a szereplőim szerették, ezért igazából nem foglalkoztat, hogyha bárki azt gondolja, hogy belenyúltam az életükbe. Hát köszönöm. Szóval te ezt így vállalod, és ez így nagyszerű. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm. És hát köszönjük nektek ezt a filmet. Remélem még itt, hát sok nap alatt, még 8-9, nem is tudom már hány napig láthatják a nézők majd ezt a filmet. És hamarosan egy újabb beszélgetés következik még erről a filmről. Ennek a filmnek a civil nagykövete, Vecsei Miklós Hasi fog beszélgetni Barát Kati család párterapeutával. Köszönöm, hogy itt voltatok. További sok sikert! Köszönjük szépen!